Sziasztok! Ez itt a Media Business 5. része. Itt vagyunk benne a korfúi éjszakában. Nagy a nyüzsgés, nagy a pörgés. Nagyon jó itt lenni. Itt jön egy busz. Látta? Action! Mai részben azzal akarok foglalkozni, azt akarom nektek elárulni, és mindenféle kételyt eloszlatni azzal a kapcsolatban, hogy mi az Isten is az a producer. Mit csinál egy producer? Gondoltad volna? Gondolkoztál már ezen? Minek gondolkoztál volna azon, hogy mi az a producer, de hogyha érdekel téged ez a szakma, akkor biztos, hogy akarod tudni, hogy mit csinál a producer. Mert a legtöbb ember azt hiszi, mert a mozikból azt hiszi, mert igen, a mozikból azt lehet hinni, hogy a producer ember azt csak annyit csinál, hogy így számolja a pénzt. De nem, csak akkor, amikor a nagyon híres producer, tehát amikor te már hallottál egy producerről, az akkor van, amikor az a producer már nagyon híres lett, mert egy csomó filmje, produkciója befutott. De mit is csinál egy producer? Sokféle producer van. Ugye zenei producer, filmproducer, videóproducer, meg még egy rakásféle producer van, és ott szoktad látni talán az ilyen stáblisták végén, hogy producer, meg van executive producer, meg line producer, meg fú, nagyon sokféle producer van, de alapvetően a producer egy intézményi kommunikátor, aki egy hídember, valójában egy összekötő ember a... Jaj, cica, agyelek meg! Az ügyfél, a megrendelő, a befektető, a forrás, hívjuk így, szóval a pénz forrás, és a produkció között van. Mert az itt lévő, hívjuk úgy, hogy forrás embernek nem érdekli, hogy a stábon belül mi a nyűgje egy vágónak, egy operatőrnek, egy art departmentesnek, egyáltalán nem érdekli őt. Hanem a producert fogja megkérdezni, hogy hogy halad a kis filmünk, hogy halad a videó, hogy halad az, amiben nagyon sok pénzt öltünk bele. Hogyan lehetsz te egyáltalán producer? Mondjuk, hogy videóproducer vagy, oké? Okay? Mert ez a legáltalánosabb, a videóproducer. Egy videóproducer felelős azért, hogy megtalálja az ügyfelet. Megtalálja azt az embert, akinek igénye van az iránt a produkció iránt, amit mondjuk te tudsz elkészíteni. Azt az embert, akinek igénye van arra, hogy egy produkció elkészüljön, és ezért hajlandó fizetni is. A producernek egyébként, hogyha filmben van, előbb vegyük végig azt, hogy mit csinál a videóban. Szóval, egy producer utána összeszedi azt a stábot, aki az adott videót elkészíti. Hogyha te egy filmmaker vagy, és például magánvállalkozó, vagy KFT-nek a tulajdonosa vagy, akkor te is egy producer vagy, hiszen neked abszolút feladatod megtalálni azt az embert, aki megveszi a te szolgáltatásodat, és hogyha te nem vagy egy olyan one man crew, aki mindent tud csinálni, már pedig mindent senki sem tud csinálni, és ezért neked kell megtalálni azokat az embereket, akik segítenek neked az adott produkcióban, tehát fölépítesz egy crew-t. Fölépítesz egy stábot, megtalálja a forrást, megtalálja a stábot, felépíti, és ő tartja kézben a dolgokat, olyan, mint egy polip gyakorlatilag. Egy videóproducernél pláne így van. A producer, aki megtalálta a pénzembert, meg sokszor ő maga is a pénzember, ha már nagyon sok pénze van a befutott produkciókból, de ő neki ugye ugyanúgy anyagi felelőssége is van az iránt, amit csinál. Tehát a producer, amilyen te is vagy, amilyen én is vagyok, a producer anyagi felelősséget vállal az iránt, amit csinál. Ezt nagyon jegyez meg, ez nagyon fontos. És ráadásul az a jó producer, aki mindenhez ért. Ért a rendezéshez, ért az operatőrködéshez, ért a vágáshoz, mindenhez ért. Tudod miért? Mert így, amikor összerántja a stábot, akkor akik neki dolgoznak, azok nem tudják átverni. Mert hát mit is akar csinálni azon kívül, hogy dolgozik, minél több pénzt akar keresni, minél kevesebb munkával. Ezt a producer nem hagyja. A producer igenis rászáll a vágóra, és azt mondja, ezt vágd újra. Rászáll az operatőrre, haver, nagyon szar lett ez a felvétel. Jó, persze, nyilván kiosztja ezeket a feladatokat a rendezőnek, kiosztja egy line producernek, egy executive producernek, főleg a filmnél. De mindig van egy a producer, akinek a kezében van minden, aki minden szálat irányít, aki mindenről tud a filmmel kapcsolatban, és igen,
nyilván szeretné eltenni a legtöbb pénzt is. Ugyanúgy, ahogy te is ezt akarod tenni. De és akkor bizony minden a kezedben van. Az egész projekt a te kezedben fut össze. Legyél jó producer. Olyan producer, aki mindenhez ért. Mert különben át tudnak verni. Át tud verni egy CGI-os. Azt mondja neked, hogy szar lett a felvétel, és ennél nem tudok jobbat csinálni. Dehogy nem tud jobbat csinálni. Mindig tud jobbat csinálni. És neked oda kell ülni a nyakára, mint producer. És igenis ki kell sajtolni a legjobb munkát, mert a te felelősséged, hogy az a produkció olyan legyen, ami ennek lennie kell. Producer egyszerre szélszes, egyszerre krútag, és egyszerre egy irányító személyiség. A producer az az intézményi kommunikátor, aki az összes feladatot, az összes produkcióval kapcsolatos taskot irányítja. Ami a legeslegfontosabb, hogy mint videóproducer el tudjál indulni, az, hogy el tud adni a szolgáltatásodat. Tudod, mit kell ahhoz tudni? Sales kell neked tudni. Sales kell tudnia egy jó producernek. Ott kezdődik mindig, mert meg kell találnod a forrást, a befektetőt, az ügyfelet, a megrendelőt, a szponzort, az akárkit, aki fizet azért, amit csinálsz. És ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, mint minden egyes biznisznek, minden egyes üzletnek van egy nagyon fontos eleme, és ez a sales. Ha nincsen sales, nem tudsz csinálni semmit. Na, el kell adnod ezt a szolgáltatást. Nem az van, hogy csinálok produkciókat, aztán valaki majd megveszi, mert olyan nincsen. Borzasztó sok produkció készül, és nem keresik, hanem neked kell oda menni, és igenis eladni. Ha reklámokat csinálsz, el kell menned egy üzlethez, és az üzletnél el kell adnod a videót. Meg szeretném tanítani az összes magyar producernek azt az alapvető skillt, hogy el tudja adni a szolgáltatást, el tudja adni azt, amiből élni szeretne, hogy ez a freedom business, média business legyen, és nagyon sok pénzt hozzon neked. Pénz, barátom, mert te is ebből akarsz élni, mindenki ebből akar élni. Rendben? Rendben.